December közepén került a parlament elé az a javaslatcsomag, mely tartalmazza többek között a jogszabálymódosítást is, amely rendezni a kerti kutak engedélyezésének helyzetét. Ez nagyon sok kertesház tulajdonosát érinti, olyanokat is, akik ingatlanukat évtizedekkel ezelőtt vásárolták meg, már meglévő vízkivételi hellyel, és azokat is, akiknek telkén ugyan ott a kút, de azt nem használják. Ez a szekszárdi családi ház kertjében furt háztartási kút 8 méter mély, a kert öntözésére szolgál. A tulajdonos még nem jelentette be a furt kutat. 5 évvel ezelőtt csináltattuk ezt a kutat, utána ugye jött ez a rendelet, hogy kell engedélyeztetni, nincs is semmi gond, szeretnénk engedélyeztetni, mert úgy gondolom, hogy ez állampolgári kötelességem is, valamire biztos akarják használni ezt az adatot, hogy itt van kut, viszont hát a tervezési díj az olyan drága, hogy hiába ingyenes az engedélyezés, a tervezők 100 000-es nagyságrendű pénzeket kérnek azért, hogy van egy 8 méter, 10 méter mély 40-es lyuk a földbe. Egyelőre még azt sem tudni pontosan, kik azok, akik utólag elkészítik egy már meglévő kút tervét, amit az engedélyeztetéshez csatolni kell. A bejelentés a jövőben illetékmentes lesz, ez érvényes azokra is, akik 2020. december 31-e, tehát a moratórium lejárta után jelentik be addig illegálisan létesített kutyukat. Egy 2016-os törvénymódosítás az illegalitással járó bírságot is eltörölte. Ez abból állt, hogy aki 2018. december 31-ig ezt az engedély nélküli kutyát bejelentette a hatósághoz, és vízjogi fennmaradási engedélyt kért rá, azoknak az esetében eltörölte a bírságot a törvény. A kamara javaslatára ezt a 2018. december 31-i határidőt hosszabbították meg 2 évvel, tehát most 2020. december 31-ig van arra lehetőség, hogy a tulajdonosok legalizálják ezeket az engedély nélkül létesített kutakat. Magyarországon 1885-ben alkották meg azt a vízjogi törvényt, ami a vizek magántulajdonát megszüntette, vagyis kimondta, hogy a földben lévő víz állami tulajdon. Tehát a furt kutak létesítése és üzemeltetése azóta engedélyköteles.